Sziasztok, harcosok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ahogy tudjátok, az itt látható videók elsősorban a narcisztikus kapcsolatokról szólnak, de most már áttértünk a toxikus kapcsolatoknak az általános vizsgálódásába, és akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel, ha még nem tette meg, akinek már ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot. Remélem mindenki fürdőruciba van, mert ma kötelező fürdőruhába lenni, hiszen újra kitört a nyár, aminek én személy szerint nagyon örülök, és aminek még jobban örülök, hogy már csak 5-öt kell aludni, hogy találkozzunk augusztus 25-én a Kopaszi gáton, a Peroni Steak Barba este 6-kor. Nagyon várom ezt a találkozót, most már 36-an jelentkeztetek, és 36-an fixáltátok le, hogy biztosan, hogy jöttök, úgyhogy nagyon várom, Erikám, nagyon várom, hogy veled is találkozzak. Péterrel is nagyon várom, hogy találkozzon, Kovács Péter, azt hiszem, Berecki Lajos, Zsolti, Rudi, említelek, rengetegen jöttök, és ennek nagyon-nagyon örülök. Na, ma egy érdekes videót fog nektek készíteni, de először szeretném mondani nektek, hogy köszönöm szépen azokat a kommenteket, amelyeket a dilemmára írtatok, ugye a barátnőm dilemmájára, aki ghostingolt egy csávót, aztán az a pasas meg olyan csúnyát írt vissza a barátnőm korával kapcsolatba, és tudjátok, mondtam nektek, hogy randiztak, és kiderült, hogy ez a pasas még idősebb is, mint a barátnőm. Szóval akkor már tényleg nem értem ezt a sztorit, most majd megnézzük, hogy hova fog ez a történet tekeredni. Na, majd kíváncsi leszek én is, és mindenképpen akkor majd nektek mondom a továbbiakat. De most találtam egy nagyon jó videót, ami szerintem nekünk egy nagy segítség lesz, és ismét a red flagsekről szól ez a mai videónk, ez a beszélgetés is, tehát a vörös zászlókról, azokról a figyelmeztető jelekről, amelyek már jelzik azt, hogy vigyázzunk azért ezzel az emberrel, mert lehet, hogy később komplikációk fognak adódni a kapcsolatba. Na most ez nem azt jelenti, hogy tuti fix, hogy az az ember, aki egy-két red flaget mutat, főleg az ismerkedés elején, az már mindenképpen egy idióta vadbarom, mert azért nem így működünk mi is, mi sem, meg a red flag az nem azt jelenti, hogy már pedig most azonnal szakítani kell, de mindenképpen egy jelzés, hogy azért az antennáinkat nem árt kint tartani, ugye a fejünkön kívül, hogy azért a receptívek maradjunk arra, hogy mi fog történni a későbbiekben, és fokozottan figyeljünk ezekre a megnyilvánulásokra. És ma, ahogy néztem a TikTokot, egy nagyon érdekes videó jött velem szembe. És ebben a videóban egy pasas beszél arról, hogy ő mit élt át, és hogy végül is megismerkedett egy nővel, vagy egy ismerkedési fázisban volt egy nővel, és az első randit a nő nem honorálta. Tehát az első randira nem ment el ez a nő, és amikor a pasas ezt a videót készíti, akkor ott áll az étteremtől kicsit távolabb, és mondja, hogy 45 perce kellett volna, hogy ez a nő megjelenjen, de úgy tűnik, hogy ez a nő ghostingolta, és azt taglalja, hogy miért történt ez meg. Na most én meghallgattam ezt a videót nagyon figyelmesen, és jegyzeteltem nektek azzal kapcsolatban, hogy mi volt számomra a red flag, és hogy szerintem ez a nő miért nem jött el. Kíváncsi vagyok megint a véleményetekre, és arra, hogy szerintetek átestünk a ló túloldalára, vagy pedig még mindig a jó oldalon vagyunk, és igaziból ti is azt gondoljátok, hogy a nőnek volt igaza, aki ezeket a red flageket már felismerte, és ezért sztornózta a randit. Nem sztornózta, ghostingolta. Szép ez? Nem szép? Nem szép. Természetesen a ghosting nem szép, de van ilyen. Viszont én nem tudom, hogy igaziból ez a nő ghostingolta ezt, majd ezt is megfejtitek nekem, elmondom majd az én véleményemet a hallottak alapján. Szóval ott áll ez a pasas az étteremtől egy kicsit távolabb, és elkezdi a litániát, hogy őt persze most ez a nő átcseszte, mert ez a nő már 45 perce nem jelent meg, tehát 45 percje várakoztatja ezt a pasast, és valószínű, hogy ez a nő nem fog most már megjelenni erre az első randira, mivel se üzenet, se telefon, semmi nem jött tőle.
És akkor ugye ez a pasas kifejti, hogy hogy történt az ismerkedés. Hát a reptéren találkoztak, és egy kölcsönös szimpátia kialakult a reptéren, és a nő nagyon nyitott volt a további ismerkedés felé. Sőt, mondta is ez a nő ennek a pasasnak, hogy ilyen helyes vagy, olyan helyes vagy, ennyire tetszel nekem, annyira tetszel nekem, tehát ugye ilyen jóképűnek tartalak, tehát nagyon bátorította ezt a férfit ez a nő. Na most a férfi megadta a telefonszámát ennek a nőnek, és ez a nő elkezdte a kommunikációt ezzel a férfivel. És azt mondja a férfi, hogy mindjárt az első kommunikációkba ez a nő küldött magáról egy fürdőruhás képet, ahogy ez a nő a medence mellett áll. És a férfi bevallotta, hogy ő erre a képre nem reagált. És ezt mondja a videóba, mert minek dicsérjem én ezt a nőt, minek validáljam, amikor tény az, hogy szuper jól néz ki, de ezt ő úgy is tudja, minek nekem nyalizni ezzel kapcsolatban, amikor ez a nő, bocsánat, csak leesnek a jegyzeteim is, hogy ez a nő ezt amúgy is tudja. Nekem ez red flag. Tehát ez a nő biztos, hogy érzett már egy vonzalmat, meg egy kettőjük között egy kapcsolódást, kettőjük között egy ilyen jópofa hangulatot, és ezért elküldte magáról ezt a szép képet. És ez a férfi, annak ellenére, hogy bevallotta, hogy egy pár nappal azelőtt, amikor személyesen találkoztak a reptéren, ugye összefutottak, akkor ez a nő igenis bátorította ezt a férfit, és mondta, hogy figyelj, nagyon jó képű vagy, nagyon tetszel nekem, ez a férfi erre a képre direkt, kész a karva, nem reagált. Hogy esne nekem ez, mint nőnek? Hát nem újonganék, egyáltalán nem újonganék. És ez a pasas direkt csinálta, mert azt mondta, ő nem fogja validálni, nem fogja érvényesíteni ennek a nőnek a szépségét, hanem direkt másról kezdett beszélni. Ez red flag, és nekem ez, mint nőnek, abszolút nem tetszene. Na most azt mondja a pasi, hogy utána, ugye azért még irogattak jobbra-balra, így egymás között, és ez a pasas mondta, hogy, bocsánat, nem mondta konkrétan, hogy egy randit ő leszervezett XY étterembe, hanem csak egy ötletet adott egy étteremről. De nem mondta, hogy oda menjenek, stb., csak egy ötletet adott egy étteremről. És a nő ezt az ötletet beszívecskézte, tehát ez a nő még mindig nyitott volt arra, hogy találkozzon ebben a megnevezett étteremben ezzel a pasival. Viszont a pasi bevallja, hogy igaziból ő nem konkretizálta azt, hogy már pedig tutifix, akkor meghívlak vacsorázni, szeretném ezt a randit, akkor ez most egy randi, hanem ilyen homály fettel fedi ezt az egész dolgot a videóba, és a végén a pasas nem is tudja most már eldönteni, hogy igaziból volt-e lefixálva, vagy nem volt lefixálva ez a randevú. A lényeg az, hogy addig bevallja ő azt, hogy ő egy ötletet adott erre az étteremre, gondolom arra is, hogy hány órára, mit gondolnál erről az étteremről, pénteken, mit tudom én, este 7-kor, és a nő pedig ezt beszívecskézte. De a pasas azt mondja, hogy utána ő már nem fixolta tovább. Tehát nem tartotta szükségét annak, hogy ő ezt a további elkövetkezendő napokban egészen péntekig állandóan felhozza vagy fixálja. Sőt, azt is mondta, hogy elég okos ez a nő, hogy kitalálja, hogy én arra gondoltam, hogy ott találkozzunk akkor. Sőt, még azt is mondtam neki, hogy nagyon meleg lesz ott pénteken, és a pasi bevallja, hogy ezt azért mondta, hogy eléggé kivágottba jöjjön a nő, hogy kicsit azért mutasson egy kis bőrfelületet. Na most, hát oké, ezt így nem mondta ki így a nőnek, de látjuk, hogy ennek a pasinak hogy működött az agya. Sőt, azt is mondta, hogy a nő említette, hogy ő csak este 8 után tudna menni, és a pasas azt mondta, hogy hát ő 8-tól 10-ig ráér, tehát így 2 órát majd kapsz belőlem. Azért a jogosultság, azért a felsőbbrendűség kijön itt.
ugye látszódik ennek a pasasnak a beszédén. Jó, de ezt a nő ugye nem tudta, mert ez az ember ezt csak a videóban mondta el. Szóval most ott tartunk, hogy a nő nem jött el erre a randevúra. Ez az ember készítette ezt a videót, 45 perce ott áll, ott szobrozik az étterem előtt, és most ki van borulva, hogy ez a nő nem jött el erre a randira. Na most, mit gondoltok? Nekem a red flag az, hogy nem dicsérte meg a fotót, hogy direkt kerülte a dicséretet, de elvárta, vagy örült annak, hogy őt dicsérték, hogy csak egy ötletet, egy randi ötletet, egy éttermet dobott be ez a pasas, nem konkretizálta, hogy ez egy randevú, nem tartotta szükségesnek utána ezt még lefixálni a nővel, se a randevú napján, se előtte lévő napokban, hanem csak ő automatikusan arra gondolt, hogy ez a nő számára világos. Nekem se lett volna ez a hozzáállás, és ez az egész felhozatal, ez a bevezető elég arra, hogy én akkor ott pénteken megjelenjek. Nekem is szükségem lett volna arra, hogy ad egy a képet megdicsérek, amit küldök magamról, ad kettő pedig az, hogy konkretizálják velem a randit, hogy ez meg fog történni, és több napon keresztül érdeklődsz felőlem, és több napon keresztül ezt mondod, hogy akkor várod, hogy találkozzunk akkor mi pénteken, meg akkor így készüljek, úgy készüljek. Nekem is kellettek volna ezek a megerősítések, én sem mentem volna el a randira, ugye enélkül, a megerősítések nélkül. Nekem is nagyon rosszul esett volna, hogyha nem dicsérik meg a képemet, szerintem ez egy hatalmas ballépés egy pasastól, hogyha egy nő küld magáról egy képet, és azt nem dicsérik meg, szóval nekem ez nagyon-nagyon rosszul esett volna. Tehát itt azért a kérdés az, hogy ti elmentetek volna-e erre a randira. Na most a nő nem jött el, és szerintem, amikor majd egyszer a nő meglátja ezt a TikTok videót, és látja azt, hogy ez az ember, ez a férfi, hogy beszélt ő róla, hogy direkt nem dicsérte meg a fényképét, hogy nem konkretizálta, mert azt gondolta, ó, hát elég okos ahhoz, hogy kitalálja, hogy ez randevú, hogy azt várta, hogy a nő megjelenjen valami kivágott cuccba, mert ugye túl meleg lesz, és hadd legeltesse a szemét ezeken a kivágott területeken, ugye? És azt is figyeljétek meg, aki meg akarja nézni ezt a videót, hogy először a nőre úgy referált majdnem, hogy ez a bitch, csak nem mondta ki, hanem azt mondta, ez a woman, tehát majdnem kimondta azt, hogy bitch. Tehát a nőnek egy jó megérzése volt, hogy erre a randira nem szabad elmenni. Nincs ez konkretizálva, nem olyan fontos ő, abszolút nem fontos, mert a képei se voltak ugye megdicsérve. Tehát ez a nő a megérzéseire hallgatott, nem ment el erre a randira, és én azt mondom, hogy jól tette. Így járt a pasi. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok. És hamarosan találkozunk pénteken, viszont mi tuti fix, hogy randizunk. 6 órakor. Kopaszigát. Peróni kávézó. Sziasztok! Thank you.